Ezek a képek Medinán készültek. A tragikus eset még hétvégén történt. A képeken jól látható, hogy az épület teljes terjedelmében lángra kapott. Az ingatlanban 3 gázpalack is volt, ezek még a tűzoltók kiérkezése előtt felrobbantak. Az eset során senki nem sérült meg. A ház, mely 2 főnek adott otthont, teljesen lakhatatlanná vált. A lakókat a rokonok szállásolták el. Varga István, az épület tulajdonosa, 44 éve él a faluban, jelenleg az önkormányzatnál dolgozik közmunkásként. A férfi úgy fogalmaz, 20 év munkája vált percek alatt semmivé. Ez szombaton, 4:30-5 óra felé, belegyújtva a kémia, ott az ajtó kiesett, aztán a szikra volt, és már is ment a ház. Zajlanak a helyreállítási munkálatok. Többek között a helyi önkormányzat alkalmazottai és a tulajdonos közeli barátai nyújtanak segítséget a ház felújításában. Medinán 2 éven belül ez a 4. olyan épület, amely lángok martalékává vált. A másik 2-nél nem tudtunk segíteni, de az előttelő háznál ott tudtunk már, amit lehetett. A saját anyagból adtunk, fóliákat vettünk, itt is már tegnap megvettük, most pont az a munkálat folyik, hogy lefedjük az eső elől, hogy a födémet védni tudjuk. De itt lehet is látni egy példátlan az összefogás, mert a mi kollégáink mellett még a barátok is itt vannak, és tegnap is itt voltak egész nap. Hát mentjük a menthetőt. Varga István azt mondja, szeretnének visszatérni az ingatlanba. Minden felajánlást szívesen fogadnak, legyen szó építőipari alapanyagról, vagy anyagi támogatásról.